kinézni. Mit Nagyon nézel jó ki a menü. UV-val, vagy mi van? Hát van egy ilyen kör, ilyen jelekből a menübe, csak nem tudom Ez mi mi érdekel? van. Phasmophobia in VR. Steam Home indítása. Na, meg Ja, kell Chino néznünk Kuni, elsősorban, hogy Mindy Pindy, csíkozódik ez Sims a VR szar. szemüvegem. Ha nem, akkor jó, Nekem akkor van. nagyon jól vagyunk, ha nem Ja, de csíkozódik. várjál, tényleg a Fazmó lesz az, amivel majd itt fog szórakozni, hogy ő engem nem fog hallani, mi? Várjál csak. Lehet, hogy már kijavították. Hát, tök jó lenne. Mert hogyha nem javították ki, akkor át kell kapcsolnom a mikrofont a Nem webkamerámnak, amikor csíkozódik, srácok, kinézek. ugye, legalábbis nem vettem észre. Mert azt érzékeli. Lássátok, nullás Viszont szintű akkor a vagyok, webkamcsot egyben azt és meg egyes közel szint kell tőke nulla ruházni dolcsi. magamhoz. Mi van? Instabil a játék, hogy érted? Hungarian. 1920x1080. Na, elkészítettem a várószobát. A meghívó kódom az 7488 és 47 jó napot kívánok. Azt mondja, hogy vissza, gratulálok fel, a következő testre szobásra ez nem érdekel. Dávid, itt a Nem játékban tudok hallasz én is most? bemenni hozzátok. Aha. Aha, akkor jó megy a izé. Hol az anyámba megyek be? Csak a játékon belül Játékon belehaladszódik belehaladszódik a a ventilátor. ventilátor. Igen? Kinek? Aha. Hát ez De az szomorú. izé nem. Nem. Előbb is amúgy? Mert előbb is ugyanígy volt. Te kinek haladsz Nem, bele? a DC nem DC nem haladszódik, haladszódik, csak a csak a játékon játékon belül belül valamilyen. valamilyen. Hát én is a játékban előbb, amikor beszéltem a prop De night-ba. kinek? Nekem? Ott se. Ott se. Nem, nekem Skendo. Vagyis nekem Skendo. Nem tudom, most neked hallatszik be a ventilátorod? Igen, Igen, igen. igen. Ennyi ména. De hát ez Ja, van, geci, ja. 30 fok van, muszáj valahogy hűtenem magam. Ja, Már értem. 31 fok van. Viszont én Viszont én lenémítlak lenémítlak játékban, játékban, akkor akkor duplán duplán hallak. hallak. Ja, némítse. Játékosra, akikkel nemrég együtt játszottál, blokkolt játékosokra meg. Nem megyek egy fél másodperc, csak találjam meg, mert tudnám meg. Hát mi meg kell várni Dót itt. Mit hallasz te, ventilátor? Na, heti feladatok. Hogy hallhatod a ventilátort, hogyha Azt mondja, hogy... ti ezen a mikrofonon hallatok, fiam? Mi az, hogy használj elátkozott tárgyakat? Mikrofon USB multichannel. Ja, Na, és mik majd vannak itt DOTS projektor, EMF megnyitószoró, mérő azt itt a... menni kéne a Grafton Farmhouse-on is. Úristen, Küldeték semmi kódban. nincs. Nulla dollár, és van itt... Mi ez? Egy kis lézertól, amely kis fénysugarakat vetít a környezetébe. Aha. Ez a... Ezé... A Jó, napi talán... feladatok ugyanazok mindenkinek? Most legyen egy kitűző végleges mentése. Mit tudom én, legyen ilyen zöld. Na most már tele van a fal. Aha. Bonus Kendo 0. Hát ez remekül hangzik. Helyesen azonosítsd be a szellem típusát, gyűjts csontokat, használj elátkozott tárgyakat, a napira gondolsz, azt fedezd fel egy kísértetet, igen. Játsz egy másik játékossal, na, készíts igen. egy három Gyere csillagos már, Veszkendó. fotót. Megyek. És egy Ouija táblával kell beszélni. Ja, akkor Biztos, mindenkinek nem ugyanaz a tudom. napi. Azt mondja, Nagyon jó. hogy Fedezd fel egy csillagos kísértetet, fotót. játsz egy másik Jó. játékossal, készíts egy háromcsillagos fotót. Na akkor most mondd a kódot, léci. 74, 88, 47. Akkor ugyanaz mindenkinek a kód, vagy mi a napi küldje, nagyon jó. Muti, nézzél rám, kivilágítom a szemgolyódat, molekám. Azt mondja, hogy mi van? 74, 88, 47. Így van. Na, oké, szuper. Első nekifutásra közölte, hogy nincsen ilyen válaszoda. Mit lát, az igen. doktor úr? Hát, egy... Ott vagy bent. Hol? Na. Itt van. Egy Skendo. Most Skendo megszakítod itt a szemvizsgálatom. A doktor úr nézze már meg, hát nagyon szúr. Szeretnéd, hogy megnézem a szemedet? Úristen, várj, mert hár... Úristen, hárma vagyunk egymásba. Aha. Fú, olyan ilyes vagyok, mindjárt megpusztolod, de semmi baj. Ez mi ez? Ja, ez semmi. Úgy itt van, itt mindig itt vannak ezek a titkos jelek itt a földön, oda nézzé. Itt ilyen geci fotok vannak a földbe. Geci fotok. Szerinted miért?
Ez mi ez? Ezért van. Presented be ghost hunting disturb akármi geci. In... Ez mi ez? Ott van még a Mari. Itt van, ha. Hogy valami 40-es szintű voltam augusztus 17-ig. Aha. És ez mit jelent? Itt van nekem, itt, neked itt milyen tábla van? Én táblámat látod itt, Dávid? Hol? Itt a falon. Ahova mutatok. Semmilyen táblát a falon. Itt nincs tábla neked? Nincs, nekem ott üres. Aha, nekem itt ki van rakva, hogy 40-es szintű voltam. Ezzel emlékeznek meg a eddigi játékomra, oda nézzék. UV-val kell nézni? Nem. Viszont itt vannak ilyen gabonakörök. Dodi! Rád vár itt a férfi csapat. Hogy legyen a te fejedén is egy jó nagy kalap. Abba a pillanatban mindjárt megyünk srácok, megvárjuk Dodit, amíg beér ide. Mindig a nőkre kell várni, ez most sem maradhat el így másképpen. Úgyhogy, Dodi. Te játékon belül akarsz beszélni, nem DC-n? Hát DC-n beszélek, baszod. Nem te. Akkor ki? Hát abban jobban hallok. Most mi van, Dávid? Skandóval beszélek. Hát én Skandót nem is hallom. Hát játékon belül beszél. Ja, hát én lenémítottam ott. Na. Hát akkor azért. Akkor itt vagyok. Itt majd a játékon belül csak a szellemmel kell beszélni. Vagy nem? Hát vagy az hallja, vagy ez mindegy, hogy hall? Is. Persze, az folyamatosan hall. Aha. Az mindegy, nem kell hozzá in-game chat. Nagyon jó. Úristen, de jó dobó vagyok, bassz meg. Úristen, de belátalátom a bajukba. Dodit várják a kettes vágánynál, jó napot kívánok! Aha, ez nagyon jó. Akkor mégiscsak át kell állítanom vissza a webkamerára, mert hogyha beszélgetni akarok a szellemmel, akkor... A legjobbakra várni kell, azt mondod, Holly? Hopp, óra nézé, 20 pont. 20 pont. Engem lehet hallani amúgy játékon belül? Hát én az előbb kétszer is hallottalak. Én lenémítottalak, úgyhogy akkor nem lehet. Ja, akkor várj, akkor visszaállítom, hogy kapcsoljam ki. Maximális pontszámot értünk el itt, nagyon jó. Vagy csak némítsuk le egymást, az jó van. Szerintem az a legegyszerűbb, igen. Akkor jó. Hawaii de Janeiro. Mindenki egyszerre írja be a chatbe, hogy Dodi, gyere már, mert alád lesz verve egy izé. Ez mi? Egy kobra káposzta. A gázanalizátor, baszki. Úgy néz ki, mint Escape from Tarkovba a gázanalizátor. Hát, hogyha befingik a szellem, akkor analizálod, hogy milyen nem. Hú, bazd meg, tényleg erre nem is gondoltam. Jaj, ti csak egy hét után fürödtök, srácok? Az igen. Meg azt is analizált, hogy mit evett utoljára. Ja. Mielőtt meghalt. Rányomjuk, tudod, és akkor... Hát ez... Vajkrémes kenyér. Szalonnával. Kész, ennyi. Ja. Nem tudom betörni az üveget. Megszorint. Nézem már. Egyszer volt, hó nem volt. A szádba is egy jó fasz volt. Többféle könyvben. Az mi ez a... Ez a nagyon, nagyon pentagram. Na és melyik pályán menjünk először? Melyik legyen a kiválasztott pályánk? Hát nem tudom, a farmra van egy küldi. Farm? Oké. Okay. Uh-huh. Ez a Grafton Farmhouse. Srácok, most én vagyok vak, vagy... Vagy pedig itt kurvára nem változott igazán, de olyan túl sok minden. Hát lehet fejleszteni a cuccokat amúgy, ha minden igaz. Ja, tehát, hogy a hőmérőt igen. Fogod fölfejleszteni. Mindent lehet, hogy itt van, hogy követelmények szint 36, követelmények szint 64, hőmérő 2, hőmérő 3, faszom tudja. Úgyhogy mindent is lehet fejleszteni. Hát értem én a beszédit. Hát azt mondja neki, hogy weather kell meg labor. Úgyhogy reméljük, Dodi teli van pénze, és nagyon... Szóval ezek a alapcuccok, amik nálunk vannak, lesz egy lámpánk,
lesz egy ilyen elmefmérőnk, lesz egy könyvünk, beszélőkénk, hőmérő és egy ilyen UV fény gecifasz és egy kamera. És vannak új szellemek is, most már megnézem. Azt ja, tényleg mondom, azt mondták, hogy az is van. Ugyanúgy 24 darab maradt. Mondjuk várj, ez a morói, ez nem ismerős. Életkenerék köztudott, hogy áldozat, áldozat, ami csak úgy gyógyítható, a nagyon Dali! Távol maradunk tőle, vagy ellenmérget szerzünk. Ez a morói, ez nem volt. Egyetlen egy olyan kurva dolog van a világban, amit nagyon utálok. Vagy sok van olyan, de egyetlen nagyon utálok. Tudjátok mi az? Na. A várakozás. Rém, árny, démon, jurek. Lolba csak 40-es pinged van? Nagyon jó. Fájjel. Pedig már mikor mondta, hogy beizzítja a gépezetet? Fájjel telle. Új kihívás ekkor 6 nap. De Holly, az nem a én hibám volt, oké? Okay? Nem mentek a szerverek. Azért vártatok rám 30 percet. Kérdés az, hogy vajon minden meg is maradt. Ezek a... Ó! Itt a... Te itt a saját vitrinedet látod amúgy? Hát mindenki a sajátját látja? Szerintem nem, hanem a tiédet látom. Én nekem itt kurva kevés tusz van, itt van három csont, egy Józsi tábla és hello, ennyi. Akkor nem, akkor a sajátomat látom. Én is a sajátomat látom. Húsvét ízét, amit megszerzett. Á, azok nincsen meg nekem. Nekem koponya van, egy tábla, vudubaba, akkor az idézőgyertyák, itt a majomkéz, zenedoboz, tükör. Ennyi. Nem, az van, hogyha most elindítom, és akkor fog jönni Dodi, hogy ő már kész van. Ez mindig így szokott lenni. Bizonyítékok, szellemek, szünet, az a fotók, összegzés tárgyak. Akkor vállaljunk be egy kört, hogy ő várjon. Járt a tükör, vudu baba, zenedoboz. Hát menjünk a faszomba, nem fog már várni. Na, szóval nem tudunk venni semmit, hogyha mehetünk, nem? Hát igazándiból... Maximálisan teljesen mindegy, mert... Na gó, akkor. Nincsen semmire se pénzünk, úgyhogy most nagyon okosak leszünk és ügyesek. Gossz! És szemérmetesek. Itt kár, hogy nincsen semmi zene itt a fazmó alatt. Egy régóta elhagyott farmháza semmi közepén. Hűű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 ű
farming kis játékban vagyunk. Jó, ennyi összes cuccunk, amit kaptunk? Ami a falomban? Az így jó. Hát akkor... viszem a könyvecskét. Ez mi? Csöves kukoricák vagyunk, bazd meg. Hőmérőcskét. Te ez mi ez? Mit vigyünk? Fullosan. Még beszélőkét. Ez lenne a doc. Ez a zöld szó. Azaz, azaz. Hogy kell beszélni? Aha, megvan. Oké. Hát, azért annyira nem kényeztetett el minket a játék. Itt repül valami. Azt meg eldobtam. Abba, ugye itt van Dudinek a szellem és hozott ki egy izét. Rovarírtót nekünk. Antkilla. Ez kérek szépen egy hangyaírtó. Hallod? Nézzél már létsz itt körbe, mert valahol itt eldobtam egy tárgyat. Nálam nincsen rocot. Lámpa. Én nem vettem föl semmit harmadiknak. Valakinél van egy. Én nálam van, de ez az egy lófasz nem ér ez a lámpa. Van még bent valami cucc, amit bent hagytunk, vagy mindent elhasztunk? Nincs semmi, egyetlen egy docunk van. Aha. Azt meg ide elhajítottam valahova a földre. Kéne van villany, mert nem látok fasz se. Hát, hogy itt van ez az. Na. Jó, mindegy, reméljük, hogy nem lesz doc. Jó, én nézem a MF mérőt kitartóan. Keressük a szellemet, hogy jó napot. Na, 20 fok van, ahol bejöttünk 15 fok volt. Kinél van a spirit box? Mi nem lehet kinyitni ezt a ajtót? Nálam nincs. Nálam. Akkor addod a Scandónak, hogy izé, hogy őnál legyen, legyen mind a hármunknál valamilyen fontosabb cucc. Hát, hőmérő. Ez lenne a spirit box? Aha, papír van nálam. Úristen. Show yourself. Give us a sign. Can you speak? Rendben, Dodi.
Show yourself. Addig pont kiviszük ezt a magot. Bejöttünk ott az előtérbe, 15 fok volt az autóbusz. Ha hé hé hé, izé elmefolt, szia, hello, itt valahol. Csak van kilengés volt, hogy izé. Berepett a gatyám is, bazd meg. Itt volt valahol, ez a vaddisznó. Show yourself. Give us a sign. Mi ez a hang, hogy tű. Zenedoboz. Show yourself. A kurva anyád, itt lesz valahol amúgy. Itt mennyi a hőfok? Itt hármas EMF, hármas itt. Can you speak? Jön, 17. Itt három, itt fölmegy hármasra. Mindenkivel beszél ez a vaddisznó, nem néztétek? Nem tudom. Can you speak? Show yourself. Szerintem egyébként itt van, úgyhogy azt most csinálom. Hül a levegő, már csak 11 fok van. Megy lefele folyamatosan, már csak 10. Ez mi volt az anyagés? Jaj, Dodi, hát szia! Mondod, hát ott igazad lett. Benyögött a szellem, more. Már csak 10 fok van. Azt mondja, hogy... Várjál, leteszem ide ezt a szart. Ide, én is lerakom a EMF-et, nos, elmegyek, megnézem, hogy kivel beszél ez a vadalma. Már csak 9 fok. Ott a EMF. Most meg tudod nézni, hogy ez be van-e kapcsolva a kamera. Most egyedül lévő embernek válaszol. Tabot megnyomod, és ott vagy összegzés, akkor írja egyedül lévő emberre. Na jó van, akkor izé. Akkor ki kell jönni onnan. Leraktam mindent az asztalra. Dodi, mondd azt, hogy neked izék vannak nálad, milliók. Millió pénzek. Hát milliók nem, de van. Na jó, akkor. A csapatot tagja éljen át egy paranormális eseményt, a csapat átlagos elmállapota esetleg 25% alá. Can you speak? Can you speak? Ó, hogy így vagytok, hogy semmivel. Nulla. Fullos nulla. Jó, majd fizetek én nektek mindent. Ez az. Hiá már meg egy fagyira. Can you speak? Show yourself. Anya majd megveszi a cucókát nektek. Give us a sign. Amúgy még van 1 perc 40-ünk, hogy megbasszon a szellem. Ez milyen kamera van? Give us a sign. Show yourself. Semmi, Skendo? Nem akar? Nem nagyon akar ezt beszélgetni. Nincsenek aktivitások, se semmi. Amúgy hűlt a levegő nagyon, tehát ott már ment lefele 10 fok alá. És a könyvet leraktátok bent? Jó napot! Le, én leraktam az asztalra. Ez egy füzet, bazd meg, ez nem könyv. Ez akkor egy füzet. Egyszerű füzet, egy papírlap, vagy egy ceruzával. Mindegy, hát lefirkál benne az a lényeg. Jó, még egy perc addig, hogy basszon minket. Magammal hozom ezt a rovarírtót, tehát segíteni fog rajtuk. Van kőkemény, 5 foki. Na, mondom én, megy le a hőfok. Na majd én bemegyek, beszélgetek itt a fiúval. Hé, hey, hát izé van, mi a fasz? Éneket, igen, hallottam. Igen. Itt van, úrsen jön mögöttem ez a vatti. Mi a fasz? 3 feladatból 2 megvan. Aha, hát így dúdolt tudod mi. Na. Tágas égen andalog. 2 feladat. Szopkodják a farkamot. Hallod, de izé... Majdnem kijött. Hallod, de nem is arról jöttem, csak mondom, hanem itt volt bent a főtéren. Vagy EMF mérő 5-ös az volt. Még nem. Az meg ez a lófasz hőmérő van, ez izé? Az. Hogy néz ki ez meg? Dick Morek. Sima közönséges hőmérő. Igen. 20 másodperc és mindjárt huntolni is tud majd. Hát huntolni és itt is úgy van, mint a... Alatt, nem? Itt is úgy van, mint a demoba, hogy ahol megjelenik, ott van a helye? Vagy itt teljesen hát nem. Mindig? Nem, itt bárhol tud jelenni. Aha, értem. Általában, ahol aktivitást mérsz, az a szobája. Vagy ugye a leghidegebbet. Hol van ez a spirit box? Nagyon ragaszkodtok ehhez a szobához. Mert én rájöttem, hogy itt van. Show yourself. Show yourself. Elméletek ott. Can you speak? Attól még lehet ikrek. Vagy lehet, hogy kopogószállam, amit ott helyen tudja. Can you speak? Hogy hívják ezt a vaddisznót amúgy? Várjál, nézzük meg. Dodi, ne izgassál itt össze-vissza. Kim Elliot. Mert nem megyek vissza többet. Kim Elliot. Bocsánat. Can you speak? De miért akadozik ez a hülye rádiódik? Ti, állna keresi a szignált? Ez kurva idegesítő. Szerintem is egyébként, tehát ez egy elég hülyen test, hogy ez a hangja. Jó, én körbe megyek még egyszer EMF-et nézni. Azt hallottad az előbb is, amikor kérdezted, hogy ez micsoda.
Ti hol vagytok amúgy? Jó napot kívánok! Én most jöttem be. A Dráviddal itt sörözünk kint a kocsiba. Show yourself! Jó Istenem. Jó. We are the world. Te szándékosan ilyen rusnya ez a izét? Ez a... Infra... Valahol nem egy rádiót kapcsolt. Infrakamera? Én nem hallok sehol rádiót. Már csak 4 fok van. Hol lehet, hogy lesz abból? Na, hol? Ott bent abban a szobában? Igen, itt bent. Tényleg amatőr fokozaton játszik? Igen, amatőr. Amatőrsz. Ja. Show yourself. Mindenhol egyes elme van amúgy. Fagyos, fagyos. Itt, akkor nagyon jó. Az előbb, nem. Tényleg, tényleg, most én is az előbb, mintha látszódott volna a lehellet, nem? Valamit láttam. Az új frissítés szerint 7 fok alatt már látszódik a lehellet, de nem mit fagy még az ügyen. Izé van, 3 fok van. 4. Igen. Akkor azt láttam, oké. De amúgy is csak akkor beszél, hogyha egyedül vagy, tehát én hiába pofázok most neki. Csinált ez valamit itt? Lófaszt amúgy nem. De 4 fok van ebben a szobában, úgyhogy érdekes. Rajzolhatna egyet amúgy. Lehet, hogy lejjebb... Már tudom rázogatni ezt az UV-t. Most ilyenkor ugye kiakad a elmefem, az mit jelent? Most kitekert a nyakamat, bazd meg. Micsoda? Meghaltál? Azt jelenti. Aha! Mi a fasz? Megjelent! Kitekert a nyakamat, beleröhögött a fülembe, és a kinyílt azonnal. 4 és félre ment fel a elmef. De ez mekkora szar ez a elmef mérőte? Na most kell beszélni vele, Dávid, itt hagylak. Szia! Megmerevettem, mint a gipsztik. Mi az, hogy szia? Hát egyedül beszélj csak, hogyha hajrá, testvérsz. Beszélj vele, te. Ne, én már kijöttem. Én már most bontom a sört. Jaj, dobálja a cuccokat is. Itt röhög, kislány. Show yourself. Igen. Say something. Oké, nagyon jó. Say something. Szerint akkor nem csak 50% alatt hántolnak. Mindjárt nézem, hogy mennyi agyunk. Nekem 50... most már csak 43 agyam. Brandon is meghalt. Ahogy nem áll. Mi a fasz? Mi történik, geci? Ebből minden szellemnek különböző hunt küszöbe van. Élő példa a démonnak 70%, az árny az 20%-os átlag sanity alatt kezd el huntolni. Uh-huh. Jó, és akkor most én mi a fasz csináljak? Bemegyek meghalni? Menj és találd meg. Miért én maradtam egyedül? Dávid, ölelj magadhoz! Félek! Egyébként... Azt mondja, hogy szia. Egyébként event alatt is kurva gyors volt, úgyhogy az összes lassú szellemet tudod zárni. Jó, megint hunt van, hogy pusztulíts ki magad, bazd meg. Kacarászik. Az a baj, hogy... ez egy kislány, baszki, itt szalad. Egy ilyen kis kopasz. Kopasz csóka. Meghalok! Megy utána. Nem, van annak haja. Van haja, csak fel van kötve. Az jó. Elment utánad a lépcsőn. Annak örülök. Na akkor ennyi volt, game over? Vége a hántnak? Nem tudom. Azt nem tudom, én most így elbújtam a sarokba. Eltűnt. Már nincs itt, már nyugi. Jó, akkor én lemegyek, és betippelem azt, hogy Beogen. Azt. Pont azt akartam mondani én is. Miért Beogen? Faszt tűnt el, bazd meg, jön utánam ez a fasz. Mit csinál? Miért nem szóltatok, hogy ott van? De. Mert nem láttam. Én megnézem, hogy miért Beogen. Ne lehet, hogy ez csak egy event volt. Picsába, nem merek lemenni, bazd meg. De mi az event is megöl, vagy mi? Nem, az nem tud megölni. Én már pedig meghóltam. Halló! Légy szíves, most ne bántsál, geci. Azt mondja, hogy időként végelátok... Oké, kimenekültem. Kurva jó vagyok. Akár jelentések szerint ez a szellemtudóság jó, mindegy. Milyen helyzet, Civarsz? Hogy vagyunk, testvérem? Nem menekülhet. Munkából hazaért, élvél le. Rengeteg energiára van szükség az alaköltéshez, és nagyon lassan közelíti meg az áldozatát. Na, mit válaszok akkor? Igazából mondjuk no-honó, vagy démon.
Bár a démonhoz nagyon pici az agyatok, már rég elkapott volna. A démon az nem olyan, mint a Demologizban, hogy nem enged neki? Hunt után? Vagy a Hunt közben? De, kienged. Kienged? Hunt közben. Hunt közben egyik se tud kiengedni. Hát jó, csak úgy van, mondjuk a démonban úgy van, hogy a démon, hogyha elkezd huntolni, akkor ugye azt mondjuk ki tudod futni őtet, vagyis loopolni. De hogyha démonról van szó, akkor azt nem lehet kilúpolni, ez addig huntol téged, amíg meg nem öl egyszer. Ja, nem. Na, akkor itt mit válasszak? Választhatok. A démonnak azt írja itt, hogy erősségre gyakrabban támad, mint a többi kísértet. Tehát igazán legyen az... a Dávid a kettőnket kurva gyorsan le aratott. Démonszki. Látunk. Hát a franc se tudja. Várjál, neked a semmi. Konkrétan nulla bizonyítékot találtunk most meg. Hát, de... Nem baj. Hát ha. Játék betöltése. Meleget, fú, ne is mondd. Mit kaptunk? 31 fok van a szobában, bazd meg. Démon volt, szia! Öcsém, milliómos vagyok. Dik a nagy pénzek, oda nézzé. Úristen, úristensz! Bazdmeg 300 dolcsi more. 400! 500! Ki? 275 dollárt kaptam, az önnek haltam. Oda néz, tudok venni fényképezőgépet. Hát jó, de csak a napi feladat. Nem veszünk semmit. Hallod? Nem veszünk semmit. Egy szobaszámot szeretnék. Azt majd privátban leírom neked. Jó, de most a játékos szobaszámát szeretném. 74, 88, 47. Úristen, a Noémi 18-as szint ő. Azt nézd meg, mobiliárdos. Úristen. Na, készíts egy 3 csillagos fotót a szellemről, és kapja választ a Józsi táblától. Még ezek nagy pénzeket érnek. Először be kéne azonosítani a izét a szellemet. De most Dodi itt most bepakolja a mindenséget is, és nagyon milliómosak leszünk most itt. De ha szeretnéd, úristen, akkor tudok én is venni valamit ám. Nem vegyek? Nem kell vásárolni. Jó, megvettem akkor. Mindent. Alítsál már magadon? Nálad is annyi van, szivar? Hát akkor... Csak költöd a pénzt. Ez az. Nem vagy milliómos, mint a demóba. Hát ott nem, vagyis ott igen. Az így mondom. Oké, milliómos jazzdobos. És most még csak ezek a lófasz lámpák vannak, Dodi? Ezek a nagyon szarok? Igen. Még egy szintet kéne teljesítenem, hogy... Az nagyon jó lesz most itt nekünk. Elméletileg a következő szintől már tudom fejleszteni. Hát igen, Várjál, szóval a szarlámpát kell följön fejleszteni erőse? Aha. Igen. Oda nézze, nem? Szép. Ja, 19-es szint. Megyünk már, hogy milyen pályára megyünk most? De megyünk ne amatőrön. Hát abból nem jön semmi pénzbe. Abból sem, hogyha megdöglünk, de mehetünk haladón is, persze. Nem adom a lelketeket, nem fogtok megdögölni. Na, melyik pályást szeretnétek pályást? Hát nem tudom, valamit. Menjünk a második szon. Várj, itt van egy olyan napi küldi, hogy küldetés módban teljesíts megbízást itt Grafton Farmhouse. És hogyha az 3-at csinálsz, akkor 500 dolcsit. Azt biztos nem fogod csinálni. 5000-et kapsz érte. Pont akartam mondani, hogy 5000-et esetleg. Hát az utolsó nulla lemaradt, amikor na, azt mondja, hogy én nagyon készen állok itt a harcra, és vele nem a kudarcra. Vele csak itt a nyerésű lehet itt szó most. Hát jó, nekem mindegy, hova megyünk, amúgy én úgyse nagyon esmerem egyik pályát se. Én se. Mindenki készen áll? Szia! Benézek Zolt alá. Nem. Most már igen. Kapitány. Ez a kedves kis ház már nem csak arra szolgál, hogy otthont adjon az élőknek. Hát nem, mert most már ilyen pusztulat szellemek is itt vannak. Ügecidik ott a nagy milliómos, oda néz, ott vannak a feszületek, minden more. Parabola antenna, gyertyatartó. Úristen, hallod, mi az a izé? Olívaolaj. Várjál, viszem a füzetkét. Olívaolaj. Az a gyógyszer. Ja. Hát az is egy gyógyszer, az olívaolaj. Azt mondja, bárkinek válaszol ez a fasztorisznyi, az nagyon nem szép. Nagyon szép.
Én viszek egy EMF specia, egy spirit boxot és egy lámpát. Jó napot kívánok! Abban a pillanatban. Én mit viszem az UV rudacskát. Már hol van itt? Ja, tajtó. Nézd, ezt meg lehet hőmérő. Rázni. Meg tudom rázni a rudamat. Meg, mit csinálsz? Nagyon ügyes vagy. Meg tudod rázni a rudadat? Én melyek emeletre körülnézek. Még világít is, hallod? Tiszta fénykard. Igazi Jedi vagy. Én hozom a hőmérőt. Jól bász a fénykardod, de azt kendo, mit mondanak a nők? Segítség, itt csatén. Mindjárt kapcsolom az áramot. Show yourself. Állítólag nem volt panasz. Fény csáró. Give us a sign. Show yourself. Segítség. Jaj, van a házban áram. Most már látok. Nem akarunk beszélgetni vele? Hát ha még ne. Hát mi meg kéne találni, hogy merre van jó. Szexuális hálószobájának, nem? Akkor jó, mert én már itt jöttem be, aztán már itt show yourself-eztem neki. Én nem találtam sehol ilyen elbefizét. Kapcsoljam föl a izét, a generátort. Ja, most már főkapcsoltam a generátort. Most itt volt valami kilengés, egyes EMF van. Hol? Fönt a emeleten. Na. Dadi. Újságok vannak a budiba. Dadi, te vagy itt az írástudó, merre menjünk? De itt... Hol volt a kilengés? Kilengés a gatyámba, de amúgy itt is volt ilyen. Igen, itt is volt egy, de hát itt folyamatosan egyes mutat amúgy ez a fasz. Az nem úgy kilengés, amikor még sípol is a füledbe, akkor jó. Ja, szokott sípulni ez a szar. Aha. Ja, de jó. Csoltat kezdjük ott. Igen, világít, azt mondja. Jó, akkor nagyon jók vagyunk. Csolt van-e már? Jó, akkor sípulnia kell neki, nagyon jó. Aha. Nem látok semmit. Okay. Ne kapcsolj lámpát. Nem látok semmit az égvilágon. Hogyha te én lehetsz majd sem. A kabala állatom. Hát négy lámpácskát hoztunk. Hogy hívják a szellemet? Dwayne Johnson? Mindjárt megnézem. Úgy is megyek hát, kifelé. De meg tudod nézni innen is. Ne, na, de én nekem nem Walter Cordero. Én itt a kocsiba, hogyha visszajön. Walter Cordero. Walter! Azt mondja. Show yourself, Walter, hogy szopjam ki a húsodat. Érzékeld a szellemet mozgásérzékelővel, érzékelj paranormális hangot a parabolikus mikrofonnal. Nem hoztunk olyan tojásrántott a készítőt. Há, ott... Milyen tojásrántott a készítőt? Ez a bokkedény. Autóban ott van. Itt egy bokk. Azt mondja, hogy érdel, hogy a kísértet elfújjon egy gyertyát. Autóban van ilyen digi befogó. Abba tudok segíteni. Ja, itt van, itt a izé. Már játszottam, majd mindjárt. Walter a Texas szopó, azaz. Azok sehol nincs egy kibaszott elmefélte. Mint ahol ugyanannyi a hőz. Fülelek. Nincs, elleg. Itt mondjuk le van verve ez a nagy füzet, vagy könnyű, vagy mi a rosszabb ez. Hol van az? Az a itt? Hát itt lent, ahogy bejössz egyből a lakásba. Balra a nappali, ahogy bejössz. Igen. Még itt is egyes lófasz van. Itt a csont, szia! Elmentetek a nagy gerinc felül mellett, more! Én nem látom. Hát itt pedig. Hopp! Itt, hol itt te? Hát az első szobában, honnan kislangútatok. Hát itt van-e? Srácok, valamit fogtam az izével, ez a parabolikus cucca. Hóha. Na akkor vettél a csontot. Engem baszol meg a szellem? Nem, az nem basz meg, nem attól még más fülveszed a csontot. Jó, akkor magamba állítottam ezt a nagy gerincoszlopot. Itt is el van, itt el van dobálva a mosókonyhába, ott a pohár. De még mindig nullás elme van. Ez egy pusztulat. Hát, de ide cucókálunk, lesz szépen minden. Itt 13 fok van. Most csökken. Csökkenik a hőmérséklet. Aha, beadta a parabolikus mikrofonikus akármicsoda. Vagyis izé, can you hear me? 11 fok van, kérem szépen. Miért van itt egy cipő? Az kell. Nem én voltam. Ideben 10 fok, 9. Na, várjatok, beviszem a fénylőrudamat. Jó, mosókonyhában már csak 6 fok van. Még elmefő mindig nincs. Kérem szépen, itt nagyon megy le a hőmérséklet, már csak 5 fok van. Úristen, ezért nagyon nagy szellemvadászok vagyunk, én úgy érzem. Csökken, már csak 4 fok. Én csámulok magamon, hogy úgy tudom rá ezt a rudat. Ez can you hear me? Nagyon-nagyon erősen megyen. Can you hear me? Ez mire jó? Szopó szísz, vagy gyalog mész? Ez a dot.
Ez a foltocskás. Hát a játék, ez a dolog. És ez hogy tegyem látszó? Le, hogy látszódjon? Mintha te látnám egy kicsit lehelletemet. Igen, mert mindjárt 0 fok van. Ahol ez elmefér, hogy rakász addig. Öcsém, diszkulva? Dizsibe vagyunk. Fokkal. Kérem szépen, 4 fok. Izé, rajzuljál már valami jó nagy káposztát ide erre a papírra, more. Ez hova rakjam, hogy mindent bevilágít? Mi ez a hang? Ez a lófasze. Ez... Nyomja itt a hangot. Jó szar ez. Diszkó van. Ci. Ez rossz. Úristen, 4-en vagyunk egy szobában, Dodi, véged van. Összes lukadot kihasználjuk most. Jó. Azt mondja, jó, érted. Jó van akkor. Nem jó irányba néz. Leteszem ide a füzetet itt kívül. Én nem tudom letenni a pálcámat rendesen. Itt a kamerájban. Ez meg most már jó. Én nem tudom mi van, de faszom ki van. Még mindig 4 fok, nem most már csak 3. Kivesz a szállj! Azok ez a tolla izé? Ez az őt szar. Show yourself! Mutasd magad! Már csak 3 fok van, kérem szépen. Szevasz Iron Sight, szia! Anyád varga! 0-0-ás elmef van. Te pedig egy jó nagy marha! Ez nem reagál semmire. Reagált. Ja, itt van bent. Nem beszél. Egy picit kereget. Eltűnt a lámpa. Ott az IMF. Most van 4-es, 4,5. 4,5, 4,5. 4,5, benne vagy a testembe. 4,5. Azt nem mondta, hogy zavar. 4,5. Ha érezném, akkor nem zavarna. Valaki nem látta a lámpámat? Can you hear me? Én se találom a sajátomat, ne aggódj. Elhagytam a lámpámat. Ja nem, az enyém az a tudatban. Megvan. Nem tudom, hogy jött elő, de megvan. 4 fok van. Can you hear me? What is your name? Gondolom, ezt nem kell kérdezni. Na, azt tudjuk neki. Hogy hívták? Walter? Walter a texasi kopó. Walter, a texasi lotyó. Belelépett itt a showba. Jelenj meg előtt. Walker, show yourself. Can you hear me, Walker? Izé, szólt, rá beszólt. Beszélt, igen. Beszélt a rádión. Azt mondta, hogy szokja le. És még csúnya is volt, láttad? Aha. Nekem hátra látom. Megint beszélt, megint beszélt. Ötös IMF. Mi? Ja tényleg, ötös IMF van most, nekem is beszállt. Jó, sziasztok, meló. Csomagolhatunk össze. Mehetünk haza. De még nem tudjuk. Vártok, nem kell bevenni ilyen olívaolajat? De hogy nem, felvidékinek izé lement a agyszintje, úgyhogy itt nagyon beszopunk ilyen. Mozgásérzékevel érzékelni kéne a szállamat. Vittem be. Úgyhogy már csak várunk, hogy besétáljon. Én iszok egy baraszpálinkát, egészségetek. Elmefőt, meg. Meg beszélt Spirit Box. Jó, elfújta a gyertyát is, meg a izét Spirit is. Elfújta vagy elaludt? Elfújta a szél. Lidért biztos, hogy nem. Mert hogy... Na, mi volt a bizonyíték? Mi ez a ultra ibolya, geci? Az mozgásérzékelő érzékelte. Ja. Ötös EMF. Igen. Spirit Box. Tehát itt írja, itten írja, hogy érdel. Jó, nem vagyok bent, bocsánat. Ja, azt hittem, hogy te vagy itt. Nem vagyok én a pálca. Ja, az más. Nem szóltam. Nem azt akarjátok hittem, azt a kamerát bevinni a másik szobába, hogy lássuk a szellemgömböket? Vagy ez nem? Vagy az nincs? Nem lehet szellemgömb szerintem. Nem, az nem lehet. Ultraibolya se lehet. Szellemírás lehet. Fagyos hőmérség lehet. Meg dots. A spirit vagy ikrek. Jó, akkor és mi kell dot, hozzájuk? Dots se lehet, mert az meg lidérc. Tehát akkor vagy szellemírás, vagy fagyosnak kell lennie. Fagyos lesz. Fagyos. Biztos. Mert akkor meg 1 millió százalék, mert 28 millió helyen dobálgat. Akkor ikrek. Ikrek! Oda nézd, milyen szépen megy Dodi more. Aha. Bármikük felbőszítése támadást várhat ki. 2 fok van. 2. Gyakran azonos időben lépett interakciót. Hallod Dodi, bejöttél, fölment a hőfok 4-re, úgyhogy légy szíves, távodd el. Bocsi. Úristen, hogyha még így seggel belász a számba, akkor esküszöm, hogy itt mindjárt 50 fok lesz.
bedurrantok mindjárt valamit. Oda nézem, ilyen csöcsök more az anyám. Ezek a hangérzékelők, ez mit jelent? Most csináltál rólam egy fotót? Estére? Várj, ezt kikapcsolom, mert ez már tönkre tesz idegileg. Jó, most 9 fok van, fölment. Mondom, hogy baszom, bejöttetek, belihegtétek a szobát, baszod. Nézd meg. Ide gyerek, kifele a konyhába. Itt lesz a fagyó, nem? És még mindig 10 fok van. Nagyon 10 fok. Nem lehet ez spirit? Most szerintem a szelleme elsétált most. 8 ilyen fok van. Hallod, milyen jó csukád van? Hol vetted ezt a Dajtmomba? Igen. De tiéd sem rossz. Én nem látom a sajátomat, úgyhogy biztos. 5 fok van most, 4. Úristen, gyere még közelebb. Úristen, az igen. Jó, lássátok ezeket. Na, mi volt ez? Hányos kosár? E? Ahje. Yeah. Csöccsel ment tele a arcom, more. Jó, izé, mínusz van, Dick, mínusz van, mínusz, jó, hát izéket néztem, csöcsököt, more. Mínusz van. De elátkozott tárgyunk még mindig nincs. Mi az a elátkozott tárgy? Hát szeretném tudni én is. Mi volt lehet az? Az a kártya, a démonkör. Én úgy érzem, hogy én már teljesítettem a feladatomat. A majom mancs, vudu baba. Ó, az a gyerekszobában szokott lenni a vudu baba. Majom mancs? Aha. Hol a fotográfia? Kell készíteni ez. Kezembe. Nekem is van. A kezedbe mást adunk, ne aggódjál. Úgyhogy én viszem a fotót. Jó. Itt most, jó. Végtelen mennyiségű fotót lehet készíteni? Vagy most itt mennyi van? Mert itt nem látom a kijelz... Hopp, ez lesugta a villanyt. Lebaszta a biztosítékot, ja. Hol vagyok? A H betűnél. De mit csinálsz? 5-ös elme van. Ezt már tudjuk. De ezt már megvan. Tudom, de én fotót akarok készíteni. Miről is szeretnél fotót? Hát a szellemről. Picsába. Pedig hát, akartam mondani, hogy itt vagyok a pincébe. Hát de a testedről nem fotókat fogok készíteni, érted? Minek? Én élőben is megteszem, nem kell nekem ahhoz fotó. Na, show yourself! Show yourself, Walker! Walker! Ne csukdosd ajtót! Öcsém, elmek minnyiak szétdurran. Át tudom érezni a helyzetet. Én legalább gondolok Zolira, hogyha innen kimegyünk, akkor majd ebbe a cipőbe fognak neked táncolni. Show yourself, Walker! Walker, show yourself! Semmi nélkül így járkálok, az úgy biztonságos. Ártani nem ártasz. Valami füstölő kéne. Walker, show yourself! Komám, gyere elő! Itt szokott meg... Mi? Hol ez elátkozott pár? Ti addig keressétek ezt a elátkozott izét. Indiana Jones-ok, gyerünk! Lábnyomot lefényképeztél? Amúgy mennyi fotó van? Elfelejtettem. Igen. Nincs korlát elméletileg. Az igen. Már nincs. Baszki, itt az órom előtt. Úristen, idióta vagyok. Jó, megvan. Na, és ott mi az? Zenedoboz. Muti. Lefényképeztem egy baraszkompótot azért. Itt van. Show yourself, Folker! Valaki itt felejtette a... Ja, te vagy a fehér inges csaj, ugye? Igen. Show yourself, Walker! Megtekerjük Zolinak? Te, persze, te gyere! Mi csinálsz? Mit tekersz? Gyere, tekerjük meg Zolinak! Te tekered, én meg lefogom. Most a bim-bimről beszéltek, vagy a kukimről? Nem. Mit akartad tekerni, meg lefogni? Az a mi dolgunk. Hát mutasd már magad, te fasztarisznya! Show yourself! Miért fényképeztétek le a befőttet? Hát, hogy... Zolinek a valami. Ja, figyelj, nézd csak! Hát csináltuk itt! Megyünk,
Igen? Zolinak ebbe a cipőbe kell majd táncolnod. Jó, jó. És beleülni az ölébe. Azt megtekerheted az orrát. Show yourself! Itt egész konyhába járkál amúgy az a faszta disznye. Na most még mit akarsz egyébként tőle? Hát a... Ott valahol engedi a vizet. Azt már lefényképeztem. Ja jó. Okos. Én izé vagyok, profi vagyok. Hát itt nincs... Dodi, álljál meg egy picit. Gyere, gyere ide. Parancs. Gyere ide arcomba. Így, nagyon jó, álljál meg. Várja most már. Mit akarunk itt? Hát de várja már egy picitik. Le akarja fotózni, mert jár na, ezt így szépen le akarja fotózni a szelleme? Igen, azt, igen, a szellemeket fotózom most éppen. Pillanat. Álljál már egy helyen, more. Na, ott is van. Nagyon szép. Úristen, ki kell mennem a kocsiba. Miért? Elcsöppenti ettő? Úristen, szétcsurgott a nő, segítség, hiáltok a 911-et, mentőt, minden újraélesztés. Ajá, viszem a pókbugyit, ja, már nem kell. Hát a bugyit konkrétan kidobhatsa a faszomba, bazd meg, amire az megszáradna, megkövül, érted? Megkövül. Hát ez direkt olyan pók, Petrificus totalus. Hogyha hirtelen rájönne, akkor ezt nem kell levenni, ez olyan, érted? Ez ilyen előre elkészített likas. Show yourself! Show yourself! Olyan, mint egy Zolinak egy nagy lenne. Mit csinálsz? Show yourself! Hallott a büdös víz? Hát... Mutasd már meg a picsát! Zoli, neked ilyen megkövült és szálkás? Vagy... Miért mondja azt, hogy ez olyan, mint a Zolinak? Ezzel a tárgyak, fizetés, összeügyés, fotó. Én tudom, Jan Dodiva, meghalt. Walter Cordero. Walter! Hát nézd már meg, nézd már ezt a füstrőt. Erre azt mondja, hogy ez olyan, mint a tiedé. Ez tiszta szálka. Nem. Hát de nem baj, de azért ez elég méretes. De most figyelj, nézd meg közelebbről. Tiszta szálka az egész. Meg már de legalább nekem szint. Van, neked nincs, mert te nő vagy, úgyhogy inkább ne mondjál semmit. Sose tudni. Én izé van, majd. Szia! Segítség! Csak Evan! De Evencset, bazd meg, hol vagy te fasz? Evencset is jó lefutó. Csak Evetke van. Evetke. Jó, megvan. Úristen, izé, sztárfotót csináltam a szellemről. Jó napot kívánok, mehetünk? Mondjuk nem lett három. Csak az csinálni. A baj, hogy nem, hanem előtt. Mondjad. Hanem, hogy előtte az összes képeket, és itt a könyvben most nem jeleníti meg a három csillagos szellemfotót. Azt mondtad, hogy izé van, ultimate. Hát igen, de a könyvben attól még limit van. Szóval Discordba küldtem egy képet. Mi van? Dodi, úgy álbasz ki ezzel a izével, ezzel a füstölővel, esküszöm, mint hogy gyontatni akarna engem, hallod? Oké, mindenkinek be van jelölve a lidész, mehetünk. Nézed csak, hogy az ikrek. Az ikrek. Zoli, nézed csak, a kezében még van hely. Nézd csak, milyen tölcsért formál pont. Töltsért, azaz. Formált a kezéből. Na jó, én iszok egy izé baraszpálinkát, szopjátok ki. Jó, indítom a izét, a járgányt. Ki ott van, hogy főtönbe táncolni kell. Ez nem gyógyszer. Nézd meg, alkoholistákkal játszok, Geci, nézd meg. Nézd meg se nézted ezt a jó kis párcipőt. Azok itt a kedvezek a csavaros kifliket, azt jánynak, táncoljon benne neked egyet, ez semmi. Tudod, itt a kocsiban a csavaros kifliket, bazd meg. Millió pénzecske. Na, ez egy jó kör volt most. Úristen, hát millió pénzek. Mi van te? Mondtam, hogy azért menjünk haladvón. Fényképezőgép. Halad, olyan ez a hang, mint amikor... Ez az, megvan az erős zseblámpa. Mint amikor beraksz a mikróba valamit, nos vége van. Ting! Igen, kész a kávé. Azaz. Ting! Anyád, 3000 dollárba kerül, hogy fejlesz. Te hülye, én kaptam 1200-at, vagy mennyit. De hogy vagy csak hármas? Azt mondja, hogy presented by Ghost Hunting Division. In operation under resolution of your progress and achievements before the date of August 17. Az igen. Kisasszony! Jó napot kívánok!
Én szeretném magát felülvizsgálni és alulértékelni. Jézusom, mi van itt? Maga üres felülről, jó napot! A Dodit elveszítettük. Valami démon, az meg. Teljes mértékben. És Zoltán mindig benészogi? Hát ezt nem lehet kihagyni. Nézd már, van ilyen petróleum lámpa is, bazd meg, vagy mi ez? Petróleum. Igen, majd lehet. Lámpa. Milyen szép. A lángja. Olyat kérek. Hallasz, Kendall, öcsi, te hülye, mi van neked a válladon, Dick? Mi vette valami katona, hát gyere ide. Azt mondja, hogy mi? Álljál már meg, bazd meg. Hallod, de még mielőtt letérdesz előttem, tehát így tartsd a támadságot, légy szíves, jó? Úgy nézni. Na várjál, mert ott vannak, álljál már meg, Dick. 544, neked mi van a válladon? 9. Úristen, Dávid, te izé vagy, kuka. A neked meg 40. Hát azért a faszom is. Érted. 100 piramis, szia! És a 167? Hagyas szintű vagy, te disznó! Hát itt van. Az első Ghost Hunter vadászatom 544-es szintű voltam. Hány szintű vagyok? Meg tudja a faszom? 5-ös? Még teljesen nem úgy, hogy... Figyelj, ha kiegyenesedné, azaz, várj, én most így föléd állok egyenesbe, várj, még közelebb, és most pont belé tudom lógatni, ezaz, gyerünk. Ezt szeretem, ezt a pozíciót amúgy, mert ez egy új élmény mindig, érted? És ilyenkor szoktam énekelni, hogy az nagyon szép. És akkor csak a nőnek a részét ezt hallod vissza, hogy... Vagy azt, hogy új élet vár. Kész vagyok. Mint a matek lecke. Hol menjünk? Várj, Dodi, maradj így egy pillanat. Muszáj lesz valamit csinálni, egy pillanat, jó? Most álljál meg, pihenj egy picit. Várj, át kell raktom magam egy helyre. Fordulj meg! Na, csak úgy halkan szólok nektek, azt mondja, figyeljetek ide. Az igen. Ennek a pálcikának a fénye elhalványul, ahogy telik az idő. A semmi baj, Szkendó. Rázd meg még egyszer. Így van, hogyha fél kialszik, akkor rázd meg még egyszer. Az segíteni szokott a úr. Rázd meg, gyere, rázd meg. A kellemek bizonyos helyzetekben új, és lábnyomokat adnak. Jaj. Rázd meg, gyere, rázd meg. Na, látod, Dodi, velünk mindig egy új élmény játszani. Oda néz, itt vannak új a nagy fotószkék. Úristen. Ott vannak a nagy szellemfényképek, Dick. Milyen fényképeztem ezt, bazd meg? Ez egy VHS kazettával, vagy mire játszottam ezt? Ezt kérek szépen kaputelefonnal. Hát ez valami olyasmi, na. Ez 360p fölbontás. Láttátok már MS-ét? MS-ét? MS-ével már találkoztam. Ott van bennem. Szia, MS-i. Hey, hol van? De az a Mari. Igen, ő Mari. Izét kell még kapnunk. Nem, MS-e. Józsi táblátó e-mailt. Úristen. Majd megkérem a Józsit, hogy válaszoljon nekünk. Itt van a gerincoszlop, amit elhoztunk. Nem adta be az elátkozott tárgyat, hogy használjuk. Na jó, van, készen látok a harcra? Hát de nulla per. Ott van bent a vizénk. Hol a zenedobozunk? Mindent beraktatok? Várják, mindjárt megnézem. Mondom, hogy hát beraktam a mindent. Igen, azt akartam mondani, hogy ez... Nulla. De azt szerintem érezni. Küldetésen is. Nem biztos. Hát micsoda! Na azért még olyannal nem találkoztam, jó? Na, azt mondja, nem biztos. Figyelj, hogyha olyan tág vagy be, alulról, hát akkor lehet, érted? De azért még mondom, olyannal nem találkoztam. Na mehet itt a Mönet? Indíthatom? Mindjárt.
Miért hozunk be magadnak itt valami nagy izét? Új bugyit, még egyet, hogy azért... Hát garnitúrával még. Igen, legyen rezerva, jó van akkor. Hallod, olyan lassan vagy, hogy a te válladat nem látom, nem tudom elolvasni rajta a betűt, more. Ezt mondom én. Ezt mondom, olyat kell felvennem, mert alulik, akkor nem hiszik azt, hogy szűz vagy. Ha nagyon gyorsan Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, hölgyem! Hogy a picsában ne pillanat, fáradjon be ide, mert most éppen én vagyok Dr. Zoltán, nőgyógyász. Úgyhogy kérem, ide jöjjön, mert itt nagy átvilág. Nem én, a másik. Nem, ők most csókolóznak, úgyhogy ez... Szeretném magát átvilágítani, úgyhogy hajuljon le elém, legyen szíves, itten szépen hajuljon be. De nem lehet, mert az a bácsi követ. Legyen szíves, uram, fáradjon ki. Itt a barátok férjek nem jöhetnek be itt ilyenkor ilyen kivizsgálásokra. Ezt most lerpézzük, várjál, hozzam a gumikesztyűt. Nem, a kivizsgáláson nem vehet részt, csak a nő, mert itten... Hát én az vagyok. Féltékenységi roham jöhet létre, és most akkor... Gyere, nézzél belém. Téged fogunk kivizsgálni, Zoltánom. Nézd meg, inkább elindítom. Jó, nem, jöjjön, doktor úr. Menjünk át ide a furgomba. Doktor úr, majd. Hát valaki gyenge lámpát visz. Micsoda? Na én biztos, ne? Én átvilágításokat fogok végezni, úgyhogy nekem itt nagyon komoly lámpa kell. Jó, akkor elmef viszek, izélt viszek még, mi a spiritet. Szia. Viszek hőmérőt. Jó, és Józsi táblát kéne keresni, hogy itt a nagy... Hogy hívják ezt a faszt? Egyedül lévő Margaret Anderson. Margit. Hú, azzal te beszéljél, te jó tudsz a nőkkel beszélni. Én tudok nőkkel, úgyhogy adjatok spirit boxot? Ja, itt van nálam, úgyhogy majd beszélünk Margival. Margitta. Margit néni! Úristen. Valahol bekapcsolta a telefont. Valahol egy lány, jó a nagy... Konyhá. Kíván. Az előtérbe 6 fok. Mit van? Milyen köröd? Démonkör. Hol vagy te? Kör? Pincébe? Lent a pincébe. Aha, és mit jelent ez? Hogy a picsában? Már bezárom ajtót, hogy véletlenül Dávid nagy megzavarja minket. Úgy, ezt most lezártam én lakom. Hello, szia. Figyelj, ide kell állni a figyelj, kör közepére. Igen, a kör közepén állok. Körbevesznek jó barátok. Nekem így is jó, hogy a seggre körbevesznek jó barátok és rosszok. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindjárt kukucs. Mindjárt fölborítom asztalt. Nyisd már ki. Várjál, nyisd ki. Most lebuktatok. Nem buktunk le, mert itt mi fölvállaljuk a szerelmünket, úgyhogy nincsen lebukási esély egyáltalán. Ja, most amúgy elbaszod a képeket, csak mondom. Szipi... Szipi szopás van élőbe, barát. Most már mindegy. Jó, mit rejtettek ide a szekrénybe? Itt nincs semmi, barát. Üres. Mindenhol hátul hideg. Jártatok egyébként? Hol van az nem a hátul? Nem jártunk még hátul. Én már jártam hátul nem, amúgy. Még csak előfedezték fel a Nem, én már eléggé hátul is jártam. Benéztem azért a barlangba. Hát ez sokaknak tiltott terület, de nem értem miért. Tiltott a szó, fogva tart a félelem. Lehet, hogy azért bazd meg, mert izé... Mert... Hogyha véletlenül kihúzod, érted, lehet, hogy megtalálsz rajta egy-két kukorica szemet. Azért lehet, hogy ezért tiltott, érted. Hát az mi van akkor? Hát, nem tudom, mennyire guszti-muszti. Az a baj, hogy én még addig se jutottam el, hogy bejussak. Aha! Itt nem jó, itt meleg van. Te mert ott vagy. Igen. Nem is. Nem én mondtam ki, köszönjük szépen. Ez aljaság. Tudatában mondtam ki, tudom, hogy meg... Anyád! Hogy megvédesz. Jól van amúgy, köszönöm. Nem neked a szellemét. Ja. Azt nem tudom, hogy az hát, ő is ott van vele. Az ő anyja. És mehetek kiszele a pincébe. Kérem szépen, itt a szobában 4 fok van. Az hol van az? Fent az emeleten, leghátsó. Sőt, van. Már csak 3. Sőt, 2. Köszönjük, már megint hátul vagytok. Valaki jöjjön, mert nem merek Dávidhoz egyedül oda menni. Olyan, nem vagyok. Ide tessék jönni. Itt nagyon hideg hátul van. Vagytok. Nézd csak, milyen szép ágy van. Aha.
Nem gondolod, hogy... Nem gondolom amúgy. Így, itt már csak egy fok van. Can you hear me? Mindjárt nulla. Oké. Igen, igen, itt köszönöm, de csak köhögtem. Can you hear me? Itt. Hozzatok újzét, mindent, minden műszert, UV lámpától kezdve minden legyen. Nulla fok van, kérem szépen, nulla fok. Az fagyol tőle? Érzem is. Meg is keményedett itt már a balhé. Megkeményedett a bimbó? Na várjatok. Hallod akkor... Nem, a balhé. Nem, a bimbó, úgyhogy figyelj, karcod már bele ebbe üvegbe a nevemet, légy szíves a bimbóval. A rudamhoz csak én nyúlhatok, tehát senki más nem. Kezdjük ott, hogy a balhé az melegbe keményedik, hidegbe ereszt. Én rázom a rudakat. Hát a rudamat. Sovjar... Hol a spirit, ja? Can you hear me? Szopolszíz? Úristen, mínusz két fok van. Jó, akkor fagyos. Can you hear me? A felcsi megmutatta, hogy hogyan kell rázni a rudát. A rudát? Rudát? Oda néz. Bácsi, Skendo bácsi volt az? Az a vaddisznó? Igen. Úristen, Skendo először fenek el. Mit felejtettél berakni? Itt rázogott az órom előtt. Az anyámot! Gyere ide egy pofonyér, bazd meg! Hol vagy? Dikán, rajta... Azt szeretnéd, hogy én itt is megrázzam, tessék! Hogy kell bekapcsolni? De azt fel kell rakni a falra, moré, ragasz fő! Ja? Mit hozzak még be? De hogy kell felrakni a falra? Can you hear me? F-fel! Ja! Ó! Oh. A szemembe világított! Ez tökre olyan, mint régen az 1.6-ban a zombi módban a lézer. Megtaláltátok már a gerincoszlopát ennek a vaddisznónak? Hű, itt nagyon mínusz van, kérem. Ha? De ez izé, ez egyedül lévő embernek válaszol, nem? Úgyhogy menjetek már innen, Dick. Kell beszélni a Margit nénivel. Margit! Can you hear me? Margit, szeretnék egy kérdést föltenni neked. Itt egy kéz. Itt egy kéz. Kéz? Igen. Egy csont. Kéz. Csont kéz. Az ágyon. Margit! Valaki nagyon vadul nyomta, mert leesett a keze is. Szeretné engem itt megállítani? Mi volt ez a hang? Valószínűleg is. Margit? Can you hear me, Margit? Hallasz engem, Margit? Mondd ki a nevem. Mondd ki, hogy szexuális ragadozó terminátor. Honnan nézzétek tudom... meg! Honnan lehet tudni, hogy elátkozott tárgy van? Hát minden egyes házban van elátkozott tárgy. De úgy értem, hogy melyik az? Honnan tudom, hogy az az? Hát meg kell keresned. Ja, hogy így lehet megrázni a rudad. Értem. Igen, és engem Skendo ezzel traumatizált. Na majd figyelj, én majd kigyógyítalak a traumában, ne aggódja. Jó. Mélyebbre fogsz süllyedni. Teljes mértében ki lesz így gyógyítva. Elfelejtett örökre Skendo rúdját. De nem a rúdját rázta, a rudát. A rudát? Lehet csak szóval ott tartunk, hogy engem mindig kidobott a játék. Kidobott? Úgyhogy egyedül kell megoldjátok. What the fuck are you doing? Nincsen izé, ilyen... Nem labdázni kell. Nincsen ilyen gömb meg ilyenek, srácok? Nem nézzétek a kamerát? Hát, le kéne kapcsolni a lámpádat. Szevasz, Rani, úristen, milyen szép az a jelvényed, te jó isten. Can you hear me, Margit? Margit, szeretném a testedet megfigyelni. Margit? Vagyis éjjel látom módban látszik, ugye? Igen. Nézem. Szeretném a... Látom. Margaret! Can you hear me, Margaret? Ja, ezért be kéne jelölni. Fagyos. Ennyi jó, csak még fagyos. Margaret! Can you hear me? De volt fagy. Igen, mínusz van. Igen, volt mínusz kettő. Volt az négy. Én még tényleg mondtam is, hogy meg is köményedett a balhé. Margaret! Hát akkor csak üveget lehet vágni. Ideg szerintem ez nem beszél az egeci amúgy. Na itt és ilyen szellemgömb meg ilyenek nincsenek? Nem betéd egész? Az nincsen.
Érdekes, mert elmes sincs amúgy. Hát de hogyha nincsen semmi, akkor mi van? Semmis, semmi van. Volt valami izé, ha? Vagy ezt ti voltatok? Én is hallottam valamit. Én! Aha! Már félszisztentem itt a balhétó, bocsánat. Margaret! Can you hear me, Margaret? Kell fúni. Margaret Anderson. Azért az már komoly. Nem mondani végén az, hogy ezt már fújni kell. Mit akarsz fölfújni? Azt szívni kell. De figyelj, hogyha már valaki nem csak az orrát tudja kifújni. Jó, ez biztos itt van fönt? Jó, hát fagy van bazen, de akkor mi nem csinál valamit? Hát nem tudom. Mit kéne csinálni ezt, hogy tisztíts meg a szellemhez közeli területet füstölővel. Találj EMF mérővel aktivitást. És az volt már? Nem. Az se? Még nincs kipipálva, nincs. Egyedül annyi van, hogy érzékeld a szellem mozgás érzékelővel, az meg volt. Margaret! Mit hallottál? Valakinek a lelkét, de egyébként azon kívül... Megmozdította izét, a rádiót. Megint. Sőt, a kamerát el is tudja dobni. Can you hear me, Margaret? Mit kell kérdezni még ettől ribasztó? Mondjatok valamit. Do you want to blowjob? Az nem az a játék. Ja, bocsánat. Mindjárt jövök. Azt hittem, azt kell kérdezni. Jó napot kívánok, Margaret. Tetszik-e együtt táncolni velem éjszaka? Margaret? De biztos nem beszélt ez a vaddisznódik. Nézitek a kamerát? Igen. És nincs benne semmi ízi szellemgömb meg ilyenek? Nem, csak te. Hol van Skendo? Eltűnt. Az előbb itt volt mögöttem. Skendo? Itt vagyok. 30%-on van az agyadon. Semmi, csak hogy mi a helyzet? Úgy 30%-on van az agyad. Izé van elme, bazd meg! Ötös elmek van. Ötös elmek. Spirit volt. Hát én nem hallottam a spiritet. Hát azt mondta Dodi, hogy állítólag valami lelket magyarázott. Mert akkor ikrek, hogyha volt spirit box. Hát akkor spirit box, ötös elmek, akkor megint egy ikrek? Igen. Jó, legyen. Ha az volt. De, nem én, tudom, de, volt de azóta se beszélt, érted? Szerintem ez a toll, ez rossz helyre van lerakva. Hol az a toll? Milyen toll? A füzettel együtt van, nem? No. Can you hear me? De miért nem beszélsz, te patkúra? 20%-on van az agyad. Can you hear me? De ez már beszélt volna, érted? Nem hallak. Nem hallasz? Nem. Úgyhogy mond még ezt a léci. Na? Hear me, can you? Biztos, hogy volt spirit box? De szerintem nem. Szerintem nem, mert most se beszél. Nem is ír. Volt. Akkor nem tudom. Ötös elmef. Ötös elmef. Tehát ötös elmef van, meg fagyos. Akkor lehet Jin, Árny, Oni vagy Ikrek. Árny. Árny. Árny elus. Igen, nehéz őt megtalálni. Nem tud vadászni, ha több ember van a közelében. Hát én csak de egy akkor szellemírásnak kell lennie. Az sincs. És van bent könyv? Van, itt van. Menjél ki a szobájából, ezt felrakod le, ezt felrakod le, így nem tud vele írni. Ja, akkor lehet, hogy ezért nem írt vele. Legugol, úgy. Várjon
Can you hear me? Yes, please, no. Jó, a kamerából lássátok a könyvet, nem mi? Elméletileg lehet látni. Akkor a arrébb. Hol a kamera? Az a baj, sötét van, szemlát. Na minden, visszajönjünk ide, várjunk egy picit. Éjjellátóban se látom. Éjjellátóban se látok. Nem. Hát nézd rá a monitorra, ugyanazt látjuk. Vegyél fő egy szemüveget. Tényleg kurva sötét. Akkor vegyetek fő egy szemüveget. Egyet, kettem? Mhm. Ügyesek vagytok, ti megoldjátok. Zolinak már csak 7%-on van az agy. 5. Én nagyon bírom. 3. 2, 1, robban. Most kijövök, iszok egy baraszpálinkát most, kettőt, és visszamegyek. Megbuzerálom. Nem ihat. Vigyuk meg gyorsan. Mi az, hogy nem ihatok? Te nem élsz ilyen szerekkel. Amúgy se bírod. Az már nem ide tartozik. Nézem, már még eldobja az üveget, szemetet. Ja. Kész. Ráadásul nem is a saját kocsijába szemetel. Mi az, hogy ez a én furgonom, more? A rejtély RT furgon. Megnyomom a gombot. Kaphatsz mindjárt egy liba combot. Na izét, viszek magammal a kamerát. Na csinálok nagy fotót izéri Margaret Rue. Nem látok semmit ebbe a kamerába. Olyan sötét. Megtaláltátok a csontot, ugye? Mennyi lett így agyam, hogy megettem kettő baraszpálinkát? 74. Az igen, nos. 74. Szerintem a varázsgomba is volt. Izé, van rajz, van rajz. Na. Show yourself, Margaret. Igen. Akkor árny. Igen. Akkor árny. Azt annyi, kész. Mind a három feladat is kész, úgyhogy mehetünk. Még fotóznom kell, more. Mire? Hát pénzért. Pénz. Hát de nincs se háromcsillagos fotónk a szellemről. Hát mert én nem csináltam, baszod. Hát nem is fogsz. Mert az árny, az nem vadászik. Show yourself, árny, Margaret! De azt van még eventelhet, és akkor meg megjelenik, ugye. Mondjuk csak akkor nem tud vadászni, ha több ember van közébe, tehát ha egyedül vagy, akkor... Nem, akkor se szokott ki a szobájába, vagy akkor nem igazán szokott. Ja. Főleg, hogy vedd be gumiba gyógyszörfet, így meg de pláne nem fog. Show yourself! Jó, akkor hagyjuk a pénzt, megyünk tovább. Zaklatod itt szegény, hogy hívják, Margaretet, Anderson, majdnem Pamela. Amúgy azt mondták, hogy átcsinálták a szellemeket, tehát én eddig nem vettem észre amúgy olyan nagy változásokat ebben a játékban. Nem, semmit nem csináltak velük. Nyilván a Banshee, meg az Opék van egy kicsit kiavítva, hogy nem annyira bukottok, vagy hazottok. De egyébként nem. Semmi más. Tere. Mit akarsz, Dávid, azzal az elemlámpával, hogy tudod előttem? Jaj! Megoldottam, megvilágítalak hátulról. Millió pénz, millió more. Ügyesek vagytok. Kíváncsi voltam, hogy alulról felvilágítok, világít a szemed. Hülye, jó, annyi pénzt kapok itt, hogy izé, millió moszki vagyok. Úristen, kaptam 500 plusz. Én 765 a dolcsit. De én még azon felül 500. Ne lérted a... 6-os, 7-es szintet? 6-ot. 6-os. Fasz 9-es. Nem, már mindenki repül. Én belerepültem Dodi testibe amúgy. Abba a pillanatban. Ez az. Gyere Zoli, gyere a furgonba. Oké. De ez az a baj, hogy hallották a többiek is. Nem, ez csak a füledbe sugtad. Ja, értem, igen, csak a füledbe sugtad. Igen, és most itt mit fogunk csinálni ketten? Hallod, igen csúnyán néz a karaktered. Jó, most... Dávid már pókálásba lopakodik. Hello, ez zárt körül alkalom, hogy pöröghetsz a farkamon. Úgyhogy menjél kifelé innen. Én UV-val nézem, nem megy mellé. Amúgy fordítva fogod azt a UV-lámpát, nem vagy nem? Nem. Nem megy mellé, mert ez a hölgy azt mondta, hogy mindent eltüntet a szájával, úgyhogy semmi nem fog itt kárba akkor veszni. Tessék csak ide jönni a fogait, hadd nézem meg, hogy nem ragadt rá. Hát ottan lehet, hogy érilla lesz az. Nehogy világítson a szája. Hát... Mik a vörös az ravasz? Állítólag egyszer volt ilyen a fogászat ízén. Megyünk ilyen nagy pályán ilyen ízén? Prizonon vagy ne? Nem.
hanem az egyetemen volt, hogy ilyet hallottam, hogy üzét, hogy kért a professzor előadás közben tartott üzét, előadást, és kért nyálmintát. Azt csak így ráköpött a üzét. Azt ott figyeltek ott a dolgok. Nyami-nyami. Kire, azt megszólalt a professzor. Én nagyon kész vagyok amúgy. Hát azt mondja, jó körülmények között 3 napig is életben maradnak a nyálba. Azt üzét, azt kiderült. És egyébként durva, de tényleg. Kiderült, hogy állítólag a csaj azért fülig vörösödve rohant érted kifelé, mert hogy előtte cumizott pont valami ízét, valami srácot. Hát akkor... Miért jöjj a nyám? Hát de figyelj, az meg ebben nincsen semmi szégyenivaló, érted? Hát most hát most... Még ha csávó lett volna, akkor megértem, de... A Skendo nem áll készen a harcra. Megyek. Már készen is állok. Nem tudom, hogy az Urban Legend-e vagy ilyesmi, de hallottam, hogy álltak, volt egy ilyen a fogászat ízé. Suliba. Fogorvosiba. Ja, mitre? Úgy nézem, hogy itt mindenkinek SSD-je van, milyen jó. Nekem nem. Nem? Nem. Egyedül válaszol. Leslie Lewis. Leslie? Leslie Lewis. Leslie Lewis, ról van szó. Na mit ügyek, srácok? Kinek van ez a szám, hogy... Én vittem valami rádiót megint, és ezért elveffett. Dodi az már ezért le is süt a kanapéra bent. Főnök asszony, meg is főzött. Megem. Hm? Ott vannak a nagy csontok, addig hozzátok a fotó. Ja, már le is fotózott. Akkor viszem a fényképezőgépet. Ez már nekem megvan. De akkor ne... Azért mondom, hogy akinek nincs meg, annak vegyek fő. De akartam... Ez az! Megint démon kör van. Felveszi valaki? Nem? Megyek. Van áram. Én most éppen nézem át itt a nagy izét. Megyek, mert le kell fényképezni, mert plusz pénzt ér. Már... Micsoda? Dodi lefényképezte. Hát az csontocska. Már le van fényképezve, mert a démonkör is a pincébe. Ismerős vécé. Ismerős vécé, itt étem át szép pillanatokat régen. Itt éppen szarások közben. Szóval ez a te házad, akkor te vagy igen, igen, igen. Lehet, ugye, én itt nagy éjszakárként támadok, amikor Halloweenben vannak a figyeljetek, a hölgyek. Rázmok. Itt a hálószobában fogok rázni. Így. Megrezted a szöntőt kívül, itt izé volt. Itt... Állj. Igen, itt nagyon érzem a lehelletem. Én is itt nagyon érzem a faszagot. Hova menjek? Itt hátul. Hátul a szagután. A szagután, gyere, igen. Balra. Mondjuk nem is rákodok 3 pasi mellett. Hogy ne vúna. Hopp, eldobta a piros cipőt, more. Akkor akar táncolni. Elmet van, 3-os. Hát 4-es. 4-es. Ez lehet, hogy buzimérő itt, hogyha pedig nem tudom, akkor nagyon szépen. Na. Dávid felé menj a mérő, oda nézi rögtön, 4-es, bassz meg. Aha. Itt hagyom a rudamat. Mindjárt jövök. Megfoghatom. Megfoghatod. Már mindenki elégedett ember volt. Egy fok van, kérem. Menjetek ki, mert kell Leslie-vel beszélgetnem. Egy fok van. Hát mondtam, hogy Leslie ne hívjen ebbe más is van itt. Igen, figyelj, adjál már egy csókot, egy nyelves, légy szíves. Oké, gyere. Az nagyon szépen köszönöm, úristen. Lenyomtad a torkomig, te ragadozó állat, te. Jó, 0 fok van. Mondtad, hogy úgy szereted. Igen, úgy szeretem. Sötét, és mi lett, hogy sötét van, valaki bejön, meg csókor, felújtják a villant, és azt látod, hogy én vagyok. Dávid, mi lenne, hogyha kimenni ebből a szobából, légy szíves, ha tudja beszélgetni Leslie-vel? Nem megyek, már 0 fok van. Nézd már meg, légy szíves, hogy beadja a füstölőt. Milyen füstölőt? Beadta. Oké, akkor valóban itt lakik. Leszoptam Dodi nyelvét most. Miért hoztatok be egy fényképet a kocsimba? Úristen, Skendo átjött fejje. Mínusz fok van. Mínusz. Én jövök kereszt az ajtón. Skendo, fiam, nem akarsz kimenni? Várjál, figyeld, megrázom. Nézd, látod, hogy rázom? Azaz, oda nézd, hogy rázom.
Igen, jó rázó vagy. De... Le vagytok bizonyítékkal már. Na, menj innen! Kérem, fáradjon ki! Videó felvételem, hogy te rázod itt nekünk. Én úgy tudom, a Zoli nem fáradt.